az önkormányzat 3 millió forintért vásárolta meg a volt Vasút utcai rendelőintézetet. Ferenczi Gábor polgármestert az ingatlan hasznosításával kapcsolatban kérdeztük. Itt állunk a Szent Imre utca 17 számú ingatlanban. A közelmúltban sikerült az önkormányzatnak megvásárolnia ezt az épületet a Raiffeisen Banktól. Hosszas egyeztetés után azt gondolom, hogy egy rendkívül jutányos árat tudtunk kialkudni. Árérték szempontjából a 3 millió forintos vételár városunk számára rendkívül kedvezőnek mondható, hiszen egy hatalmas épületet tudtunk így megszerezni, mely alkalmas arra, hogy ebben alakítsuk ki egyrészt a városőrség számára a közös szolgálatszervezés számára alkalmas irodahelyiséget. A közös szolgálatszervezés alatt azt értjük, hogy a polgárőrség, a Devecseri Mezei Őrszolgálat, valamint a közterület felügyelet kapna itt egy közös irodahelyiséget egy ehhez kapcsolódó közérdekű telefonszámmal, mely 0-tól 24 órán keresztül állna a tervek szerint a lakosság szolgálatában, és a városőrség a saját hatáskörén belül rendelkezne arról, hogy mely esetekben mely szerv illetékes. Gondolok itt arra, hogy természetesen a külterületeken tapasztalható esetleges illegális hulladéklerakás, vandalizmus vagy lopás természetesen a mezei őrszolgálat feladatkörébe tartozik, míg a település belterületén tapasztalható köztisztasági problémák a közterület felügyelő, míg a belterületi közbiztonsági gondok kezelése pedig a polgárőrség feladata lenne. Ezek a szervek egymás között beosztanák természetesen a szolgálatot. Ebben az épületben lehetőségünk nyílna akár egy szolgálati lakás kialakítására is. Két szoba, konyha, étkező, illetve fürdőszoba állna, lenne ebben a lakásban. Ezen kívül, mivel ez korábban egy rendelő intézet és egy hozzá kapcsolódó magánlakás volt, a régi rendelő intézet helyén a továbbiakban is lehetősége lenne a városnak egészségügyi feladatokat ellátni, vagy akár a Miskei úton működő gyógytornának tudnánk itt helyet biztosítani, de felmerülhet az is, hogy akár a gyermekjóléti szolgálat vagy a nevelési tanácsadó kerülhetne át ebbe az ingatlan részbe. Azt gondolom, hogy mindenképpen bevonni szükséges a lakosságot a döntéshozatalba. Mit gondol a lakosság arról, hogy milyen célra hasznosítsa a város ezt az épületet? Megtekintettük a mai nap folyamán a polgárőrség tagjaival a központi épületrészt, és hát megállapítottuk, hogy a városőrség számára a központi rész, a központi helyiségek mindenképpen alkalmasak arra, hogy ők itt a szolgálatukat meg tudják szervezni. Szeretném még kiemelni, hogy az épülethez természetesen tartozik egy viszonylag nagy udvar, ahol találunk egy garást is, mely alkalmas arra, hogy a polgárőrség gépjárművét ebben elhelyezzük. Ez is egy külön lehetőség, hogy még inkább hasznosítani tudjuk ezt az ingatlant. Szeretném megemlíteni azt is, hogy egy nagyon korrekt hozzáállást tapasztal a város a nehéz anyagi helyzetében a polgárőrség felől, hiszen egy olyan felajánlás érkezett a részükről, miszerint az 1 millió forintos 2015 évi költségvetési támogatásukról lemondanak, amennyiben a város egy irodahelyiséget biztosít a részükre. Ebben természetesen partnerek vagyunk, és hát ezen kívül is szeretnénk minden lehetőségünk szerint támogatni a Devecseri Polgárőrség működését. Viszont örömmel fogadjuk azt is, hogy jelezték a polgárőrök, hogy az épület felújításához hozzájárulnak a társadalmi munkájukkal, és itt szeretném kérni a lakosságot, hogy akinek módjában van segíteni a városunkat azzal, hogy a munkájával ezt az épületet segít nekünk rendbehozni, azt nagyon megköszönjük, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy ezeket a közösségi célokat együtt tudjuk szolgálni.